Köszönöm mindenkit, analízis 1. 60-as oldal visszavezetést fogjuk tanulni, illetve annak a legalapabb alapesetét, és elmondom, hogy ez milyen annyira jelentős dolog, hogy központi feladata a zárt. És nagyon központi téma lesz. Ugye azt tanultátok már, hogy a mérkani sornak mi az összege. Tehát a szóval x az embernek, erről már tudjátok, hogy az nem más, mint egy per 1 minusz x, akkor volt egy minusz x-nek az abszolút termékenységgel. Természetesen a szóma most is nullától végtelenül megy, ezt különben fogom nevezni. De most az egész 60 sor a visszavezetéses móka. Arról szól, hogy ezt csináljuk, csak fordítva. Hát most nem a mérkani sor összegéről mondjuk meg, hogy az annyira megy. Ugye azt tanultátok, hogy a 60-as sor akkor a minuszkor szumma a-szer itt ez ugyanez, itt az a-n sorozat, ugye az azonos negyedő egy sorozat. Oké. Eddig megvan. Most már a gyakorlaton egy számtalan példát fogtok látni, ezért ennek az alapjait fogom megmutatni, hogy ez mégis ez. Majd elmondom, hogy ez miért annyira fontos. Hát nézzük az elejét. Kaptok egy ilyet. 2 per 1 minusz x. Ez kellene valamilyen alapfogni. Itt mindig hozzá szoktuk tenni, hogy az x az, ugye 0 körüli 60 sorról van, az mert x minusz 0 az emberi van. Tehát meg kell adni egy olyan valós számot, hogy ez a minusz el és a plusz el között legyen lévő is. A lehallgatás, hogy sokkal ugye a sugara. Oké. Elvett konvergencia sugara. Oké. Na, tesz mi ez? Hát látjátok, hogyha az 1 per 1 minusz x, a szumma x az ennedik, hát 2 per 1 minusz x. Ezzel nincs különösebb probléma, tehát ez ennek a kétszeres. Kettes bevetett a szumma elé, a szumma mögé, ez a kétszeres szumma x, aminek más, mint szumma a kétszeres, ez a mindenki. Ez ilyen alapú, ahol az AN az nem más, mint az azonosabb kettős az. Tehát, hogy itt a számára van négy és a kettes, ez mi jó, az be tudjuk vinni a szumma mögé. Oké? Történik, hogy itt nem x. Vajon az a feladat, hogy például egy per 1 minusz 3 x. Ez nem csinál. Hát ugye ugyanez a munkamódszer. Itt van ez az x. Független változó, csak ez a független változó szerfüggő a feladatban. Hát ez nem lesz más, mint szóma. Már viszont nem látom. És ez pedig jönnek más. Hogy 3 az n, az n, az n, az n, az n. Ez tényleg ilyen nagyon egyszerű dolog, legalábbis valami esetben. Mi történik akkor? Az egyes, az egyes, az négyes. Próbáljuk meg, hogy megcsinálni a következő feladatot. 5-be. Kicsit nehezebb legyen, 5 per x plusz 1. Például, hogy hozzuk ilyen adatot. Olyan kell hozni, mint konstans, per 1 minusz valamilyen x-nek valamilyen függvény. A lényeg ez az egyes, ez az egyes eredmény. Az a lényeg, hogy nevezzük meg az elsőt, ami egyes, de milyen, és utána meg egy mínuszos eredmény. Ez. Még először is eltelepített, hogy belé egy ugye összeadás kommunikatív valós számot is ha ezt meghallgat, akkor te négyesből egyest kell csinálnod, amit szívesen teszel, mivel én nem a zárt hívnak négyel egyszerűsítesz. Tehát mindig egyszerűsítened kell, nem kivonni négyet a nevezőből, ilyet nem látszunk, mindig egyszerűsítesz. Ez így 5 per
Majdnem kész vagy, mert ugye itt egy mínusz kell. Tehát ez már igazán nem nehéz. Egy mínusz. Mínusz x per. Ilyen kis egyszerű, minimális átalakítás. És akkor ugye nem más, hogy szokma. De most itt ebben persze ki kell emelni az x az ennemikkel. Szumma 5 egyszer minusz 1 negyed az ennemikkel. Majdnem kész van a feladat. Ugye mi a lényeg? Meg kell határozni egy konvergenciás indulatot. Ez az átalakítás, amit itt csinálunk, mindig akkor van. Ez az alkalmányi minden abszolút értékben egynél kisebb. Tehát az x-szerűnek kisebbnek kell lenni, de mert azt jelenti, hogy az x-nek kisebbnek kell lenni, mint 4. Abszolút. Ez csak akkor érni, ez csak akkor van. Tehát ez meg érsz hozzá. Kérdő van ez? Tegy fel a kezét, aki érti. Mindenki nagyszerű. Az egész tömeg. Akkor most elmutatom. Megmutatom, hogy ez miért típus feladat, és hogy miért van az, hogy ez minden zártében benne van, a javítóban is, meg az UV-ben is. Van egy egyszerű. Nevezetesen az, hogy később látni fogjátok, hogy a függvényeknek, az elemi trigonometrikus függvényeknek megvan a maga hatványsora, és sinusz, koszinusz, meg megvan az elemi és a maga hatványsora, és ezekkel ugyanúgy lehet számolni, mint hogy egy véges összeg lenne, és azért lehet velük számolni, mert ők abszolút konvergensek. Mutatok egy példát, ami ugyan meghaladja az analízis egynek a keretét, de hogy értsétek, itt lesz ez a határérték, x tart nullában, sinusz x per x. Most persze ezt meg lehet mutatni trigonometrikus elemi módszerekkel is, ugye, egységkör, és akkor itt van egy sinusz, itt van egy tangens, és akkor hogyha ezt nullához közelíted a szöget, akkor két szakasznak lett az ízlek a hányadása, nyilván közelítik egymásnak tart ez az egész az egyikhez. Ezt meg lehet mutatni nagyon egyszerűen. De most egy analízisből mutatjuk meg, nem pedig trigonometriában. Hogyan fogjuk ezt az egészet kezelni? Mit fogunk ezzel csinálni? Ugye már láttátok, hát többen láttátok, hogy ilyenkor a színusz ízében már kevésbé a hatványsor, ahogy fogalmazunk. És akkor ez nem lesz más, mint x minusz x körülbelül 3 fa, plusz x az 5 fa, stb. Osztva x. És most jön a fontosabb. Miért is van mindez? Miért tudjuk ezt megtenni? Miért igaz, hogy a sinusz x valóban egyenlő ezzel a végtelen tanú összeg jelen idézőjelben? Hát azért van ez, mert a sinusz x-nek a hatványsora az abszolút konvergens a számegyenesek. Tehát ezt a műveletet azért tudjuk elvégezni, ez az azonosság azért igaz, mert ő abszolút konvergens, egész számegyenesen, tehát speciál a nullának itt bár egy kis környezetében mindenki. Oké, tehát ez a lényeg. Ez azért működik, azért van így, mert ennek a hatványsora ő abszolút konvergens, az egész számegyenesen. Ez a lényeg. Erre megy ki a játék. Ez az abszolút konvergencia lényege. És ha ez már megvan, akkor megint elvégezheted a műveletet. Megint azért végezheted a műveletet, hogy abszolút konvergens, és ugyanúgy dolgozhatsz vele, mint a valóban a véges esetben megszokott módon. Hát ez nem más, mint 1 plusz, x négyzet, 3 fa, plusz x a negyediken, 5 fa, stb. Eddig oké? Most mit csinálsz? Között, hogyha az x tart a nullában, akkor ez az x négyzetben 3 fa, hát hova fog tartani? 0 per 6, hát ez tart a nullában, ugye? 0, 0, 0.
Megint most jön a lényeg. Itt van a végtelen darab nullát. És összeadhatod a végtelen darab nullát, és köszönhetett, hogy annak az összege az nulla, és azért, mert ez a hatás az abszolút konvergens, és ezért a műveleteket el tudod vele végezni ugyanúgy, mint hogy ez egy véges összege. Ugye, hogyha lenne 16 darab, akkor semmi probléma nem lenne. Konvergens, mert konvergens tartalma. De itt most végtelen darab taggal, ez a lényeg. A végtelen taggal ugyanúgy tudsz számolni, mint hogy ott véges sok tag. Tehát az egész fog tartani az egyhez. Oké? Ez lesz a nagy lényeg. A trigonometrikus kifejezéseknél nyugodtan beírhatod majd a hatvánsort, mert az abszolút konvergens. Dolgozhatsz fel. Ha a számológépben beírod, hogy színusz valamennyi, akkor a gép nem tud megjegyezni végtelen értéket, tehát ezt a hatvánsort számolja ki az első n tagot. Az már egy elég jó közelítés lesz, de első 10 tizedesen mindenképpen jó, mint az első 20 tag, még jobb. Ezeket nem fogjuk tanulni. Tehát nyilván a számolás is ez alapján számol a színusz, nem pedig úgy, hogy megvan arra, hogy a színusz 78 volt az ősmény. Oké? Okay. Ezért fontos az egész abszolút konvergencia, és ezért fontos a hatvánsoroknak az elmélete. Erre fog kimenni az egész alap. Amikor majd L'Hôpital szabályt nézünk, és ilyen határértékeket fogunk megnézni, akkor is deriválod a számolót, deriválod a nevezőt, az ugyanaz, mint amikor azt mondtad régebben a határértéknél, hogy a domináns taggal egyszerűsítesz. Hát itt most látod, hogy nézzük, nagyon sokat fog a polinom, itt ennek egy a együtthatója, annak is egy az együtthatója. Igen, csak hogy most már a nullában nézed a határértéket, ezek lesznek a kis tagok, és ez az x lesz a nagy tag, az eddigiektől ellentetben, mert eddig a végtelenben néztük meg, és az x az ötödiken az jobb volt, mint az x. És a nullában nézzük, most az x az jobb, mint ez az ötödik. Tehát most ő a fontos lényegében. Oks? Ennyit bevezetünk már a későbbre. Oké a dolog? Akkor, ahogy ígértem, ezt most megmutattam nektek, hogy gyakorlatilag persze fogtok még nagyon sok ilyen esetet nézni. Most megcsinálom például az ilyen feladatsor. Mégpedig a tavalyit. Hát nem a mintazéhet csináljuk meg, azoknak általában nincs értelme, a gyakorlástól eltekintve, hanem a tavalyi életzéhet csináljuk meg, amit bizony sokan elmesoltak, és lett, ami lett. Főleg azért hasadtak el rajta, mert voltak benne olyan dolgok, amik, hogy mondjam, egy kicsit csavarosan logikát igényeltek a megszokottnál. Mindjárt itt az első feladat. Egy látszólag nagyon egyszerű határértékes feladat van. Limex. N4Z-9, N4Z+3N, az N4Z-9. Hát itt sokan mit csináltak. A társaság egyik fele közölte, hogy ó, hát itt semmi probléma nincs, van egy hatványalap, van egy kitevő. A hatványalap, hát akárhogy nézzük, ugye a hatványalap egyhez tart, tehát ez segíteni adja. Ugye ezt már többször látjuk, az ilyen kifejezések főegyújthatók helyenlősen az tartalak, az most egy. Hatványalap tart az egyhez, egy az ennediken, hát ez mégis mi lett? Hát az nem. Tehát megírták is oda, hogy ez egy az ennediken, az egy, és hogy ezt a dolgát mentek tovább a második feladat. Akik már hallottak az elszámos határértékes feladatról, azok ránéztek. Közölték, hogy hát ez úgy lenne, hogy ott N4Z+3N lenne valahogy a kitevővel. Ugye? És akkor tartana az egész E-hez. Mert a feladatok, amiket okán megoldok, azok ilyenek, hát akkor ez annak a gyöker, hát ez gyökerhez tart. Ő volt a másik megközelítés. Aki rendesen tanult analízist. Az egész másik megjelent. Hát mit csinálnátok vele? Mi ezt képzeljétek így ilyennel? Van benne egy alapvető dolog. Fölösebb az szorzatot valóan kötött. Igen.
A szárnyaló kis is a nevezeti szorzatták tudod alakítani. Hát ennél az előző kérdez. Ugye, plusz 3, szárnyaló plusz 3. Hát a nevező. Akkor mit tudsz kiemelni? Akkor kiemeled az N-t. Jé, hát ez is N plusz 3 lesz. És akkor azzal egyszerűsíthetsz, ugye értelemben megy a határérték, nyugodt egyszerűsít az M-23-ban. M-23-ban, hogyan tovább? Hát ez már ugye erősen emlékezhet az elszámos dologra. Emlékezhető, mi volt az elszámos a definíciója? Ugye? Limász 1 plusz 1 fele az n-ediket, meg a határértéket neveztük el n-nek, és ugye megbeszéltük azt is többször, hogy nem egyes van, hanem valamilyen nagy átszám, ez el az alapjúhoz tart, és az akkor is igaz, hogy nem n szerepel a nevezőben, meg a kitevőben, hanem valamilyen x-et végtelenben, valamilyen sorozat, akkor is igaz ez. No, hát ez most meg mi? Ilyen alakra kéne hozni. Ugye, az minusz az, tehát egy minusz három per az n-edik van, és ez az előbbiek értelmében tart a... E a minusz harmadik fa. Itt természetesen meg kell jegyeznem, hogy tavaly ezt, amit itt most leírtam, nem mindenki akkor ezt fogadta el. Mondván, hogy ők csak a pozitív eseteket nézték, amikor az A érték pozitív,